Helyben kipróbálható óriási hangszerparkkal érkezett Nyíregyházára a magyar zeneoktatás történetének egyik legaktívabb programsorozata, a Hangszert a kézbe című rendezvény. Sok fiatal már a megnyitó napján kipróbálta az egyik legnépszerűbb hangszert, a gitárt. Nagyon jó ez a rendezvény, és hát én még nem játszok semmilyen hangszeren, de szeretnék gitározni. A zenei kiállítás megnyitóján elhangzott a Nyíregyházi, a Hangszert a kézbe roadshow harmadik állomása. Szolnokon 3600-an, Debrecenben 4000-en látogattak el az ingyenes programra. Maga a program egy kicsit öncélú a könnyű zenészek, a hangszeresek szempontjából, ugyanis a Cseh Tamás programnak még 2015-ben volt egy olyan kutatása, ami azt mutatta, hogy azokból lesz a tudatos zenei vásárló, aki fizet egy CD-ért, egy koncertért, egy letöltésért, aki valamikor az életében tanult zenélni, vagy zenélt, zenekart alapított. És úgy gondoljuk, hogy ezt a lehetőséget minél több fiatalnak meg kellene teremteni, abból az öncélú dologból, hogy néhány év múlva ők tudatos fogyasztók legyenek. Illetve az se egy utolsó szempont, hogyha elkezdenek zenélni, esetleg megtaláljuk a jövő bármelyik jó zenészét, akkor néhány év múlva belépnek a Cseh Tamás programba, és először az induló zenekari alprogramba, aztán az előzenekariba, aztán a klubosba, vagy éppen a nemzetközibe lesz kit támogatni, lesz a magyar könnyű zenének utánpótlása. A nagyszabású zeneoktatási roadshow egyik célja, hogy minél többen játszanak hangszeren. Zene nélkül egyszerűen nem lehet élni, és ezt a gyerekeknek is tudniuk kell, látniuk kell. Hangszerrel élni is az egy életforma, illetve én azt gondolom, hogy a kultúrlényekhez hozzátartozik az, hogy ismerik a hangszereket, tudják kezelni, tudnak rajta játszani. A több mint 100 hangszert ismert és elismert zenészek mutatják be a gyerekeknek a Hangszert a kézbe ingyenes rendezvényen. A programokhoz bárki csatlakozhat a Nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központban. Március 29-én többek között Cutor Zoltán, a Belmondó zenekar énekese tart majd rendhagyó énekórát, március 30-án pedig a magyar pop történelemről is hallhatnak előadást az érdeklődők.